Az RMDS újra meghirdeti pályázati kiírásait, a pályázatok lebonyolításával a Communitas alapítványt bízza meg. Támogatást többek között művelődési, ifjúsági sportrendezvényekre, szorványközösségek programjaira, kiadványok támogatására lehet igényelni. Művelődési és ifjúsági rendezvényekre, szorványközösségek programjaira, könyvkiadásra, sajtótermékek támogatására, alkotói ösztöndíjra, magyar házak programjainak működtetésére, sporttevékenységekre, szorványgondozó lelkészek utazás támogatására, valamint oktató-kutató konferenciára való kiutazására lehet pályázni a Communitas alapítványnál. Fontos újítás, hogy idéntől a papíron benyújtott pályázatok elektronikus változatát a Communitas alapítvány honlapjára kell feltölteni. Idéntől van egy újításunk, nem CD-n kell beküldjék a kötelező elektronikus formátumot, hanem feltölthetik a honlapunkra. Itt néhány adatot kell megadni, a pályázó szervezetről, a program címéről is egy egyszerű kattintással kész is van a feltöltés. A rendszer biztonságos, csak mi látjuk a beérkezett pályázatokat. Az irodavezető hozzátette, az új pályázati kiírásokkal kapcsolatosan jövő héten tájékoztató körutat szerveznek 6 erdélyi városban. Hétfőn Csíkszeredában, kedden Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron, majd Nagyváradon, Marosvásárhelyen és Szatmáron is tartanak tájékoztatót. A pályázatok leadási határideje szakterületenként változik.